életének történelme szív ugye a szegedi futball, hiszen Szegeden futballozott nagyon hosszú ideig, 1958 és 64, valamint 67 és 68 között a Seahawks játékosa volt. Jeremejev, és bizony meg kell fognia Bíró Szabolcsnak az első vendéglövés, ami kapura tartott. Babos. Petőtől visszakapja. Babos, szép támadás! Kovács Zoltán, óriási tréd Markovics! A 39. perc a legnagyobb újpesti lehetőség. Hát tulajdonképpen az első. Ez nagyon-nagyon szép támadás. Picit talán lesz gyanús. Kovács merre veszi, és utána Markovics. Megkezdődik a 47. perc, a harmadik szöglet. Babos végzi el. Kovács! Nem tudta már kapu felé irányítani. Ez pedig nagyon rossz megoldás, Tóth Norbert. Udvari. Szlezák csúszott be szépen. Utána viszont eladja. Kenesei. Babos mellett elviszi, Kenesei, és kimarad! Udvari. Jó megelőző szerelés, Babos. Babos lő, Markovics. Hazai szabadrúgás. Kovács Zoltán, Markovics, gól! A kipattanó labdából megvan a vezetés, Pető csitítja el a nézőket. És nem adja meg a játékvezető Szarka. Na, ezt majd érdemes lesz megnézni. Nézzük gyorsan. Kovács itt csúsztat. Nem láttam szabálytalanságot. Itt pedig a gól előtti pillanat, Turján próbálja meg visszahúzni, hát ha csak ezért nem. Löv, nagyon erőszakos, még beadhatja, Löv, fölé, Tóth Norbert. Löv pedig kiharcolta a lövő helyzetet. Babos, jó fejes mellé. Pető. Na de most nézzük az akciót. Csillag, kitűnő labda, Tóth Norbert, mellé lövi. Hát most már helyzetek sokaságát puskázza el az Újpest, és ez előbb-utóbb visszaüthet. Kovács Zoltán, nem tudják feltartani, gól! Vezet az Újpest, alig hogy megkezdődik a második félidő 28. perce, megint Kovács Zoltán villan. Kovács Zoltán nagyon erőszakos, német nem tudja ezúttal szerelni, Pasics feltartani sem tudja, és bal lábbal nagy volt lő. Szép egyéni teljesítmény, hazai vezetés, Markovics szeme közé, ezúttal esélye sincs a kapusnak, mire felemeli a kezét. A labda már ott van a hálóban. Kovács. Kokunovics. Pasics rúgja el. Egyszer vitték el mellette a labdát, abból gól lett. És ez egy nagyon jó távoli kísérlet. Kiskapusi lőtt. Nagy Pála. Gólhelyzet, Faragó, óriási tréd Bíró Szabolcs! Hihetetlen nagy bravúr! Itt van még egyszer, tehát Faragó emelkedik. Ellentétes irányba mozog Bíró, és még vissza tud vetődni. Fantasztikus védés. Szép volt egyébként a támadás. Kokunovics. Nenád Markovics kiüti, fölé! Hát ez lehetett volna a második. Tóth Norbert. Kiskapusi. Még vissza, és les. Azonnal jelzett Boda. Az ötös vonalán áll Kerényi. A 9. újpesti szöglet a találkozón. Babos.
Tóth Norbert, megpattan, Markovics óriási bravúrja, nincs bent.